Fogolycserében állapodtak meg a jemeni kormányerők és a lázadók a svédországi béketárgyaláson. Ez fontos lépést jelenthet a 2014. augusztusa óta tartó polgárháború békés rendezése felé. Az ENSZ jemeni külön megbízottja mindkét felet a megállapodás betartására szólította fel. Mindannyian kifejezték, elkötelezettek a politikai megoldás irányában. A következő napok mérföldkövet jelentenek. Komoly kihívás előtt állunk, de nem szabad feladni. Dolgozzunk együtt jó szándékkal, energiával, elkötelezettséggel és meggyőződéssel, és akkor biztos vagyok benne, hogy elvihetjük a béke üzenetét a jemeni népnek, mondta Martin Griffiths. Jemenben az elmúlt években katasztrofális humanitárius helyzet alakult ki. Az ENSZ világélelmezési programja felgyorsítaná az élelmiszerosztást a következő hetekben, hogy 4 millió embernek segítsen így elkerülni az éhezést. A csütörtökön kezdődött béketárgyaláson bejelentett fogolycsere pedig azt jelenti, hogy több ezer jemeni család egyesülhet újra.